Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a szakállmetál autóalkatrész. Magyar Tomit legtöbben a tuningről ismerhetitek, ahogy a mellékelt ábra mutatja, a benzines, meg főleg a dízel tuning sem hozza zavarba, viszont ő a napjai nagy részét az általános szerelést tölti ki, és most néhány napja fölhívott, hogy behoztak hozzá egy 212-es mrc ami egy OM642, és abból is a... E 350. Így van, ugye háromféle van ebből. A 280 CD, a, 3, a 320 CD, meg a 350 CD. A 280 az, az ugyanaz, mint a 320. Ott programkülönbség van. Minimális különbségek egyébként vannak. A 350 CD viszont már más turbóban, más vezérműtengelyben, vízütéses egérje van, meg ilyen sok apróságban. Különbözik, de lényegében a, a blokk az, az ugyanaz. Menjünk oda, tehát a lényeg az, hogy akár csak az Audi nál a 3.0 TDI, ez is egy 3 literes turbodíza. Ott a ez v ez az első v így van, mert ugye ezelőtt sorhat volt. Igen, és a V-tér hátuljában ott elhelyeztek egy turbófeltöltőt. Ez itt van a... kb. itt felül, tehát azért vannak itt a ezek itt legfelül helyezkedik el a turbó. Jó, és azt mondtad, hogy ez az autó, ez kigyulladt. Elképesztő szerencsé, hogy nem éget le, mert hogyha egy autó egyszer meggyullad, akkor azt nem fél... oltod el és, és amint itt lehet látni, tehát itt a burkolat minden lángra kapott, ott egész, itt lent volt a tűznek a fészke, tehát ott a leömlő környékén. Ö, az egész burkolat lángra kapott, és a tulajnak az volt a mázlia, hogy nem nyitottak ki a motorházat, amit nagyon jól tett. Ezt, Ugye? ezt szerintem hangsúlyozok is, hogyha bárkinek bármilyen füst a géptető alól. Nem nagyon nem rossz jöttem. érzés, mert én már jártam így, nagyon rossz érzés, nem szabad kinyitni. Nem. Ugye az a lényege, ezen alsó burkolatok vannak, tehát egy ilyen modern, korszerű autón, telibe van burkolva az alja, azért gumikkal itt ki van kéderelve a teteje, és nem kap levegőt. Ha nem kap levegőt, ugye az kell az égéshez, elalszik magától a tűz. Jó esetben nyilván vannak kivételek, de jobb esetben alszik el, mint hogy megtápláljuk levegővel. Igen, ha kinyitod a géptetőt, akkor hirtelen levegőt adsz az égésnek. Én amennyire tudom, nekem egyszer egy tűzoltó azt mondta, hogy minimális résnyire nyitni, ha van nálad poroltó, és kiméletlenül telefújni az egészet. Porra. Hát igen, nagyon nehéz onnantól, már poroltóval nem biztos, hogy eloltod, azért van ez a sok leégett autó, mert, mert iszonytalanul tud égni, ez a sok szövet ugye ki van bundázva, modern autó, zaj ne legyen az autóba, tehát azért ez nagyon be tud gyulladni. Kérlek, vázold a problémát, ha jól tudom, itt a hengerfej környékén kell nézelődni. Így van, rá is jöttünk a problémára, Gázolási problémája volt az ügyfélnek, megpróbálta otthon orvosolni, erre abból jöttünk rá, hogyha megnézzük, itt ez egy fekete gyári ógyűrű, ami, ami szép is, viszont egy ilyen zöld elpótolta, ami nem pont ugyanaz a... Az, de várj, várj, vár. nekem ez, ez a csőnek a visszavezetése. Nem volt meg ennyire vizuálisan, hogy itt egy ennyire apró tömítőtől beszélünk. Tehát a kamera, a kamera, nem is áll rá élesre. Ott, ez egy nagyon kicsi ógyűrű. A Körmöm hegyénél az az ógyűrű. Szerintem tudok innen, van valahol ilyen kiszedve nekem. Egy másodperc. Tehát egy, egy ekkora tömítésen múlt az autó kigyullad. Igen, és ez a gyári, ott meg látszik, hogy ez zöld színű. És akkor vettem észre, ugye látszódott, hogy ezen az oldalon keletkezett a kár. Akkor vettem észre, amikor vettük le a résajcsövet, na most ezek egy gyári esetben nagyon óvatosan kell eszedni, hogy ne törjön el. Műanyagból van, játszani kell vele, forgatni kell, hogy szépen lejöjjön. Ennél a hengernél rányúltam, és így És mondom, akkor meg megvan a probléma. Ugye innen megtelik a hengerfej, itt a szelepfedél között. És szépen kifolyik, és mi van alatt? A leömlő? Tehát uh -huh. ha jól gondolom, minimális szivárgás az nem feltétlen probléma, hiszen ez itt meleg. Elmogik nem, pároló. sok autó van, amelyiknél, amelyiknél szivárog, és, és panaszkodik és az ügyfél, mert gázolaj van. És nem, nem gyullad ki tőle. Tehát egy minimális gázolaj nem gyullad ki. Az pont annyi, hogy ráfolyik, elpárolog. Viszont itt, mivel valószínűleg az, az ógyűrű vagy nem tömített jól, vagy, mert lehet, hogy van benne egy tized különbség átmérőre. Ugye már a régebbi autóknál is jártunk úgy, hogy csak a gyári ógyűrű volt jó, mert, mert van benne egy kis különbség. Például régen a 606-nál a résolcső is, hiába vetted meg az utángyártottat, az egyiknek vékony fala volt a gyárinak, az utángyártat egy kicsivel vastagabb volt, és pont nem ment újra a porlasztóra. Viszont Tomi, a résolajcső az így neked meg nekem full evidencia, viszont azoknak, akik most először látnak ilyet, kérlek magyarázd el, hogy mit látunk itt. Oké, ez itt a hengerfej, benne a befecskendező csúcs, és hogy mi az a résolajcső, és hogy mi a feladata? A résolajcsőnek az a feladata, ugye ez a, ez a porlasztónk, uh -huh. ezzel fecskendezi be az üzemanyagot az égéstérbe, és a résolajcsőnek az a feladata, amit nem használ üzemanyagot, azt visszavezeti hátra a tankba. Uh -huh. Így érthető. Köszönöm. Na, vázold a károkat, kérlek, mert oké, okay, látjuk azt a szigetelőanyagot, amit úgy is szét szokott rágni a nyest, az gondolom a legkevesebb. Mit látunk itt az autón belül? Itt mondjuk az ABS kockának a széle, vagy hát ESP elektronikának a széle megpörkölődött. klímacső? Így van, hát ez, ez, csak egy kupak, tehát ezek a legapróbbak, mert, mert ez csak egy töltéskupak. Tehát ez bármikor, ez még ingyen utána vágják a bontóba is. Ez is olyan, hogy esztétika, mert itt maga a kábelek nem sérültek. Itt volt már egy kábeljavításunk, nem tudom, látszik-e. Talán itt, itt, volt egy vagy két kábel megégett, ez a, motor, a Kaszni köteg alatt a kábelkötegnek a karosszériába futó részén. Így van, tehát, így Ford van. elektronika és hasonló. Így van, az hál' Istennek. Ezt muszáj voltunk ott javítani, mivel az olyan munka cserélni, hogy az egész köteg nagyjából egybe van. Tehát belsejét ki, mindent ki kell szedni, hogy cseréljük, úgyhogy nem volt sok, ott pár szál égett meg menjünk befele, itt a egyik polasztónak a műanyag része teljesen elégett, tehát valahogy itt lehetett a tűznek a magja itt lent. A látszik is egy kicsit itt a megpörkölődött szigetelő anyagon. Így van, ezt már kijavítottuk, a adaptív futómű adaptív futóműnek, így van, adaptív futóműnek a, a műanyag csöve szintén elolvadt, tehát le is volt engedve az autó. itt a vízcső, az ami problémás, illetve a kötegnek, Innentől hátra fel ez a része, ugye lent van egy színcenzor, van egy jó pár szenzor van, itt, a klímának a kapcsolója, itt van a, a a vezetéke, az EGR vezeték, minden a kötegnek ez a része, ez itt teljesen eléged, de egyébként azt kiraktam oda, úgyhogy oda megnézni. Nézzük meg, és még egy dolog, ugye ez itt már nem egy sorhat, hanem egy V6, és most, hogy így belenézzük a gévtérbe, olyan nagyon levegősen, olyan nagyon jól szerelhetőnek tűnik az egész, hiszen ott van a vétér hátuljában a turbó feltőt, oké, itt van valami hölgysérélé, de hogy eljuss erre a szintre. Azt is mutasd meg, hogy mit kellett kibontani, mire hát, jöttünk ide. Szerintem a kamera az én most csal. Tehát, ha benézel ide hátra, az ez a legkellemetebb rész, amikor a turbót innen le kell szedni, és hogyha befordulsz oda, ott még ott van egy v-band ez a turbónak az alsó csavarjai, és ugye melyik csavarok indulnak meg a legnehezebben? Nyilván ahol 6-800 fok van, megrohad egy kicsit, kiég a zsír, full száraz, tehát ide imád beletörni, és amikor ide beletörik egy csavar, az azért kellemetlen. Úgyhogy, hát én azt mondom, szerintem azért a sorhatot jobb volt szerelni. Ezt, ezt nehezebb, én azt gondolom. Mondjuk tegyük hozzá, nem szeretni gyertyák az autókat, hanem. Így van. De, 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 kérlek, mutogass, mutogass. Először talán nézzük meg a károkat, nem? Jó, menjünk a károkhoz akkor. Igazából így nagyjából kipakoltam. Hát amelyik az ellenésző része ugye ez a motorburka, mert ez, ez könnyű találni, meg itt a beszívócső. Tehát van egy ilyen levegő e, Ez bal oldalról elégett. Ez a légszűrőnek a háza, ez is elégett. Itt az egr -ünk. Ez megint egy kellemetlen dolog. Ez meg egy vízhűtés és a csak nagy a teljesítmény változott miatt, nem? Így van, csak 350-ben volt ilyen, nagyon nehéz volt szerezni, még újonnan szereztünk. Milyen költségei vannak egy ilyennek most csak így? Egy ez nyilván. egy szenzor, a kifogásnyomás szenzor, ráéget még a vezeték is, uh -huh. és akkor itt nyilván itt a vezetékek. Ezeket már levágtam róla, ugye, hogy ne az legyen, hogy itt ki be, hogy összezárva valamelyik záratos lesz. Szóval ezt már kicsit levágtuk a kötegről a rossz részt. Mondtad, hogy egér szelepet az csak újat sikerült szerezni. Ez ilyenkor gyári utángyártott? Hát nem? ezt most utángyártottba orvosoltuk. A gyárinak valami nem emlékszem fejből, de valami több százezer ára van. Ez ilyen 100 x forintból kijött ez az EGR, tehát ez egy utángyártott verzió. Úgyhogy hát, hogy milyen költsége van a kérdésedre visszatéve most ennek a, ennek a tűzkárnak, mi nem látjuk a végét. Mert ugye ott elkezdik a tűzfalba befele kibontani a vízcsövet. Mondtam a tulajnak is, hogy igazából ez csak óra alapján tudom elszámolni, tehát hogy amennyi óra lesz annyi, mert nem tudjuk, hogy, hogy mennyi irányba tett kárt a tűz tehát fölemeljük majd alul az autót, ha gondolod, megmutatom, a, a váltónak is van egy kötegje, az is igazából csak a szigeteléséget lerajta, de ez akkor derül ki, mikor az autót, és hány hiba fog még jönni. Mert ugye a tulajmát már hozta ide, tehát ez már járóképtelen volt. Menet közben történt akkor az axidon? Így van, így van. Félreállt az úton, és, és menet közben. Ez csodálatos. Itt van még egy köteg, amit kiszereltél. Ez már itt, hát, vége egy kicsit összeolvadva, de akkor ez is kuka. Így van, hát ezt erről vágtam le. Tehát ez, erről a kötegről akkor van ez a motorköteg. Így van, ez a motorköteg. Ö, hogy melyik része? Itt látszik, nézd. Tehát ez a csati konkrétan. Igen. És akkor innen, ja, innen van levágó, ugye a folytatása. Tehát ez megy be oda -lentre alul egy jó pár szávezeték. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy rendesen meg legyen javítva, ugye meg lehetne ezt is stupekolni, de szerintem esztétikusabb, hogyha cserélünk egy motorköteget. És ha már motor meg köteg, én a motorral, amivel idejöttem a Tromox test motorral, azzal hoztam neked egy köteget. Ez most itt mi lesz pontosan? Hát és az, az is érdekes, hogy honnan tudtuk beszerezni, mert a magyar bontóban nem volt ilyen. Hm. Szóval ez, 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 itt most a motorköteg? Ez a motorköteg, így van. És honnan lehetett beszerezni? Lengyelországból. És nagyjából milyen értéket képvisel így? Hát ez is egy, hú, a tulaj fizette ki, azt hiszem 150 ezer, 150 ezer között volt. Úgyhogy hm, Úgy, itt, igen. Ha ezt tudom, akkor óvatosabban jövök reggel. Hm. Az a baj, egy kerekezésnél egy kicsit karcolt a vége. Hát nem baj, leesik, nem lesz baj egyébként. Csak, csak ne igen meg, az fontos. Tehát, ezek itt a menthetetlen alkatrészek, és szép akkurátusan kirakod arra a másik kartonra a menthető, vagy már megmentett és felújított alkatrészeket. Induljunk nagyjából onnan, kérlek, a nagyon olajos vasaktól. Ő, nem, ez ez inkább úgy van, hogy mivel leszettük a turbót, fölhívtam a tulajt, és ugye bevideóztál oda a motortérbe. Igen. Ez egy V6 egy hogy alul van az a hőcserélő. E, de várj, Megnézhetjük itt. több ilyen hőcserélője van, ha jól tudom. Tehát van egy az automataváltónál, van egy a... Ebben nem biztos, mert az elő kéne legyen, de van ebbe is. Igen, elmétek ebbe is van egy automataváltó hőcserélő, de az külön van. Tehát az a motortól külön van. Viszont ez itt, ez egy hőcserélő, ami típus ennek. Itt is Na. az a probléma, gondolom, hogy ilyen cikk lemez van benne, és a felgyülemlő gyújától átszakad? Ennyi a baj. Mi? Ez a két karika. Hogy hívtad ezt a tömítést? Hát pápa szemtömítést szemtömítés. szoktuk Tömítés. itt becézni, mert körökben. körökbe. Aha. Ez 2900 forint. De kicseréld, az nagyjából szerintem egy 300 forint. Így mindenne együtt. Nyilván ez attól függ, hogy. De várjunk várj, tehát hogy kicseréled ezt a pápa ahhoz nyilván le kell csavaroznod ezt a hőcserélőt, viszont ahhoz, hogy ez a hőcserélő hozzáfér, azt. Ezt szépen. mindent ki kell szedni, nagyjából. Az szép. Most nyilván van egy-két plusz benne, mert a köteg csere miatt az elejét jobban szét kell bontani, de itt a szívósort, a turbót, a felső levegő csöveket, tehát gyakorlatilag egy félnapos munka eljutni odáig, egy ilyen jó 4-5 órás munka. És utána vissza? Így van, utána vissza, az még egy ugyanennyi kb. Tehát egy nettó másfél munkanapod nagyjából egy abba, hogy azt a két hármézet és szóval, Így van, ezt nem szabad szóval kakkodva csinálni, mert annyi cucc van, tehát itt látszik, a, a, karton is mutatja, hogy annyi cucc van, hogy egyik épül a másikra, kifelejtesz valamit, volt már olyan, mi is kifelejtettük a, a turbó alatt a köteget elvezetni, az egy műanyag ö, kis elvezetőbe van, ha nem veszed le a turbót, nem tudod visszarakni. Csak a műanyag eltörésével vagy rongálással, de az meg nem, nem jó. Miért ne a tömítés itt, nagyon meleg itt a vétérbe? Hát szerintem igen, ez típushiba. Hogy miért? Mérnökök több mindent tudnának rá mondani, de gumitömítés, igazából ugyanolyan gumitömítés, mint a régi autóknál. Itt az a probléma, hogy elérhetetlen helyen van. Uh -huh. Szóval nem, nem is az, hogy tönkrem, mert egy gumitömítés tényleg nem az ára a sok. Mert ennek a tömítésnek, mondom, az a 2900 forint az ára, szóval. Szóval semmi, itt a munka a sok, meg az, hogy ugye megnézed itt, ugye ki van pakolva, és a többi tömítés is, tehát a sok, nem tudom darabonként most hogy jön ki az ára, de vannak 6-8 ezer forintos tömítések benne, van 10-12 ezer forintos, na most ha ebből kell már egy 10-20 darab, az már mindjárt fölfele 80-100 körül járunk csak tömítésbe. Akkor már motorolajat kell cserélni, ugye amikor kiveszem, nyilván egy kis víz folyik a, a motorolajba, vagy fordítva, tehát Leengedem az olajat, leengedem a vizet, és akkor már új olajat teszek vissza. Hozza magával a gázolajszűrőt, légszűrőt is, meg kell, mivel mind a kezedben van, tehát érdemes kicserélni. És hogyha mondjuk csak ezt a tápaszemtömítést kell kicserélni, mert van egy ilyen autóm, ami mag egészség és nem éget, meg nincs egyéb természeti problémája, akkor az így mennyire jön ki a végére? Ha csak ezt kell, akkor az a 300 ezer forint körülbelül. Tehát ilyen 253 ezer forint. 253 ezer forint a 3000 forintos tömítését? Így van, így van a az olajat muszáj cserélni, tehát olajvizet én mindig szoktam cserélni, illetve innentől kezdődik az, hogy le van véve a szívósor, kézbe van. Na most az EGR visszavezetés miatt imád lekormolódni a lapát, szeretnek elolvadni is a lapátok. Úgy, Mutassuk hogy... meg, mert ez itt most elég látványos, mert hogy ezt is kicserélted, kivetted. Ez most ki van véve igazából, ez nincs olyan rossz állapotban, ez is kormos. Ezek ilyen kis terülő csopantjuk? Így van, de ennél sokkal szarabb szokott lenni. És itt akkor, ha jól gondolom, akkor az ott az anyagnak a falvastagsága, és amit benne látunk, az a szivacsosnak Így van. felgyűlt korom. Így van. Hát ezt én már ajánlottam egyébként a tulajnak, hogy, hogy ezt is csináljuk meg, csak ezt elvisszük, ez még egy 100 ezer forint a növeli, 120 a költségeket, mert ahova én járok, ott ezt leadom ezt a szívósort, ugye diózzák, de ő a szívósort, és ő ad egyből egy készet. Tehát, ja, tehát akkor kvázi mint egy felújított Így van, beviszem, ad egy újat, ez most legutoljára azt hiszem 100-120 ezer forint volt. A következő a turbo, ami növeli a költségeket, mert ha már kézben van, akkor... Nézzük a... meg azt a turbót, ez egy szép felújított geret. Így van. Ugye erre is azt szoktam mondani, ennek a lapátjai egyébként sérültek voltak az eredetinek, de turbo elektronika hibás, illetve geokoszolódással szokott küzdeni. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy ha már ez is lent van, akkor 50 ezer forint egy turbóbevizsgálás, megnézik az elektronikáját, illetve megkucolják a geot, tehát benne van ebbe a geotisztítás is és vigyük el, meg bemérik a turbót. Na most, ha elvisszük, ugye akkor vagy ez az 50 ezer forint, és akkor jó a turbó, vagy onnantól mehet tovább, mert például ezt a turbót is fel kell tújtani, ez újabb 170 ezer forint volt. 170 ezer forint a turbó felújítása. Így van. és úgy, úgy, hogy ennek a geó, tehát a geó részében nem volt hiba, nem volt kikopva, az elektronikája jó volt, tehát gyakorlatilag itt a középrészt felújították, elpucolták, összerakták, centilozták, nagyjából ennyi. Tehát ez egy jó esély. Ennél nyilván tudod, milyen egy turbo felújításnál erre, arra mérleg, úgyhogy. Érdekes, és most akkor azt mondod, hogy ezek már típus hibák. Tehát említetted ezt a lekokszolódást, említetted a pápaszem tömítést. Milyen problémája tud még lenni ennek a motornak? Szerintem ez most rohadt érdekes, mert a Mercedes ezt nagyjából minden betette. Vianótól kezdve a G-osztályon át. Így van, az mert még a 2013-ban is van. Ment tovább a 2013 Így van, a 2013-ban az E350 az még V6 volt, és az E400D az már az új sorhat. Uh -huh. Az Így. ilyen 2017? Igen, nagyjából akkor voltam olyan, ha jól emlékszem. Szóval, Így mondjuk, van. hogy ö, ö, milyen problémái vannak még ennek a motornak, amit ismertek, mert ez szerintem ez most sok embernek segítség. igaz, el... én azt szoktam mondani, hogy ha megvesznek egy ilyen autót, akkor mindenféleképp el kell hozni egy átnézésre, és amivel szoktam kezdeni, az a porlasztó. Mert ahogy szokottam, úgy csapágyas lenni ez a motor. És általában én úgy vettem észre, hogy porlasztó hibából adódó hmm. ez a csapágyasság. Te is kikérlek. Behugyozhat a porlasztó, rossz a mennyiség. Várj, a behugyozás de... az azt jelenti, hogy már nem porlaszt, tehát nem egy kis felhőcskét csinál, hanem elkezd sugárban belőni. Ez Így is van. a hajlamos ilyenkor a dugattyút megégetni, átégetni? Vagy a Dugattyú is tud repedni. A, tud kopogásos és létrejönni, ugye sok üzemanyag, régi dízelből hallottuk, mikor, amit egy OM606 meg egy régebbi dízel kibír, bekerepel úgymond, ezeknél nem is hallod, már az káros a motornak. Uh -huh. Tehát, hogy azért mondom, hogy van olyan autó, amelyik tök szépen jár, mert mindenki veszik a porlasztót és hatból négy rossz. És hogy lesz ebből csapágyesedés? Hát ettől ugye a kopogásos égés, tehát üti a hajtókart. Uh -huh. Ott alapból az a hajtókart csapágyra ő, nem pozitív irányú benyomást tesz. Illetve, hogyha le tud menni az olajba a gázolaj, rontja a kenőképességét, Így van. ami szintén a csapat. Így van, tehát arra is figyelni kell nyilván, hogy itt, itt olajemelkedés van, tehát a szintemelkedés van, maximum egy autó, és a maximum felett van. A, nyilván ez hozzájön még a regenerálás is, de már nem menjünk bele, mert bonyolultabb. Tehát, hogyha rosszabb borlasztó és még regenerális az autó, akkor az egy olyan, mintha előnéd a mankóját egy sánta, sánta embernek. Szép hasonlat. És uh, ugye nagyon sok ember szereti ezzel a fórumokon henszegni, hogy hát az én autó nem eszi az olajat, hogy 10 ezer után annyi van a B5-ös mint amikor lecseréltük, akkor az... tehát nincs olyan motor, ami nem eszi az olajat. Szerintem turbosnál már mindegyik motor egy fél liter-liter olajfogyasztás, majdnem azt mondom, hogy normális. Ü, igazából jó, hogy mondod az olajfogyasztást, mert ugye a másik típus hibája ennek az, hogy lekokszolódnak az olajlehúzó gyűrűk, és imádja fogyasztani az olajat is. Ez mekkora? Hát ez most egy kicsit olyan, hogy te, mint szerelő, mindig csak a, a hibás példányokkal találkozol, de... Mm, ilyen hogy... volt a sajátom is. Igen? Igen. A Dani hát féle 204. Így van, így van. Tehát, hogy az ember mindig csak a hibás darabokkal találkozik, de hogy úgy nagy átlagban ezek jó vagy rossz motorok a te megítélésed szerint, és most vonatkoztassunk el az OM606-tól, mert olyan már nem lesz. Igen, figyelj, most a Dani, az azt részletezzük igazából, az a én ugyanígy, magamnak bemákoltam, mert mi szokott lenni, a könyvesnek a háza össze, az autószerelőnek a kocsijára nincs ideje, úgyhogy a sajátomból ugye így megállt a motor, szétszedtük, a... én szerintem nem is tudom hány porrasztó, szerintem három porrasztó rossz volt, és az a három hengerbe, ahol szar volt a porrasztó, mind a három dugattyú el volt repedve. Úgyhogy igazán nem is ez volt a probléma, hanem csapágyas lett az autó, de most nekem nem volt olajszintemelkedés, nem volt semmilyen előjele, nem volt, tök szépen végigmentem a Feri egy én bementem valahol a 10 percre, kijöttem, beintottam, elindultam egyesbe az autó, és megszorult. Tehát kb. egyes ilyen 1500-as fordulaton. Tökéletes. Kérlek, emeld fel, mert azt mondtad, hogy alul is érdekes megnézni ezt a konkrét darabot. Igen, ö, a, még annyi, hogy ö, ugye kérdezted, hogy jó-e, egyébként ezt rendbe raktuk, ezt rendbe raktuk a saját autómon, és imádtam. És azóta is használja boldogan, tehát... A ja. renderakás a te autódon azt jelentette... Igen, ez egy ezt jó darab. Igen. Előnyös. A rendőrök esete autódon azt jelenti, hogy motor cseréltetek, vagy ezután a duatyúrepedés és megszorulásos móka után még azt volt értelme felújítani. Nem bízok a felújításba. Ez nyilván minden szerelő más és más. Én azt mondtam, hogy németből találtam egy vízkáros donort, 190 ezer kilométerrel, és, és abból a motor kiszedtem. Minden, ezt mindent elvégeztem rajta. Új szívósor, új turbó, forrasztó hat új az is fájdalmas volt, 120 ezer forint darabja, de akkor, hogyha megnézzük, egy ilyen bontott motor 600 és 800 ezer forint között mozog. Akkor melyik a fájdalmasabb, hogyha 6-800 megveszem a porlasztót, és akkor nem lesz vele vagy utána a motor kell cserélni, plusz a motorcsere, plusz ezek a sallangok, szóval... Szóval én azt rendben raktam azt a motort, és, és utána tökéletes volt, nem én volt most, fel most azért eléggé megcsillagoznám ezt a beszélgetést, hogy te egy autószerelő vagy. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy erről majd az utcán neki lesz egy olcsó 204-es, akkor az, azért az nem valószínű. Nem, hát meg ebből indult a beszélgetésünk. Tehát miért? Itt van még a kezemben a kis karika. Ugye megpróbálták otthon kicserélni. Úgy gondolták, hogy vettek a boltba egy ógyűrűszettet, és akkor keresnek egy hasonló méretet, tehát ebből indult a beszélgetésünk. Ugye ez a, ezeknél az autóknál nem szabad otthon szerelni. És Tomi, egy tök szubjektív dolog. Én nagyon szeretem a Merciket, tudod, jó, a Merciben nőttem fel, én is volt otthon, mindenféle. Megéri ez? Mármint, hogy adnak ezek az autók mondjuk így 11 néhány éves korukra annyit, hogy így borítsad bele a 600 ezer forintokat a hat porlasztóra, meg ilyenek? Én azt 700, mondom, hogy meg. 700 000, bocsánat. Én azt mondom, hogy meg egyébként. Tehát, hogy nem mindegyik. Itt az a probléma, hogy ezekben már javarészt 3-400-500 kilométer van. Igen. Hogyha találsz belőle egy, egy 190 ezer kilométeres darabot, vagy egy 100-200 ami, ami valós, ezek egyébként 4 500 at elmennek. Tehát mennyi idő kell ahhoz, hogy te megtegye a saját autód a 100-200 ezer kilométert? Hát nekem mondjuk egy Évi, évi 15 öt megyek, 20 -ot. Ja, értem. Na, most számoljunk többen, 40 ezeret megy valaki, akkor ez 5 évig autó tud lenni. És egy jó autó. Itt igazából, valahonnan innen látszik, itt ez fekete, itt volt még tűz, gázolcsövek, ez ez egy, ez egy feszes nézem, hogy a, hogy a kormánymű is elég közel volt a, a lángokhoz, ott nem okozott problémát, mint egy kicsit megpörködött volna ott egy Hát itt ez, ez fémátvezető, átvezető, szóval ez itt nem lesz gond, itt van rajta egy műanyag, Ö, egyelőre úgy vagyunk vele, hogy ezt rakjuk talpra, az elektronika részét javítjuk, nyilván ezeket a csöveket ki kell cserélni, és akkor még ez itt a baj, hogy itt van az automataváltónak a, a kábelja, ez csak itt kapott egy kicsit, uh -huh ott látszik is, fekete. Tehát itt szétnyílt a műanyag, és ez a, ez a, minimális javítás lesz, ezt elbírja egyébként. Jó, hogy volt rajta ilyen védő, mert ugye ez megvédte egyébként. Ez egy műanyag váltó karter, vagy fém? Nem, ez fém. Ez még, ez 7 g -tronik. Tehát ez a régi amúgy. A 9 -a sem már műanyag van. Műanyag van, így van, az már más. Úgyhogy nagyjából így hidáig terjed ki ez a kár. Ez elég komoly, ez elég komoly. Mi volt ennek az utóéletet. oké, okay, megtörtént, akkor ott hagyta csukva a géptetőt, magától kialudt, amikor elfogyott az éghető Teljesen alatt, magától aludt, így van. Füstölt egy darabig, és teljesen magától aludt. És akkor utána a tréler, és jött az autóhoz. Így van, így van. Hát azért nagy küzdés volt vele, mert p nem jön ki. Ha jól tudom, még a Teslákban is van egy ö, biztonsági fizikai kapcsoló, amivel ki tudod venni p -t. Na most diaggal ki tudtam volna szedni, de mivel nem szedi ki, ugye itt nincsen már fizikai kar. Ez igen. megy a váltóra. Igen. Ez végzi nekünk itt a váltást. Igen. Szóval azt tudom csinálni, hogy leengedem a váltót, leveszem a váltóoldáról, és el lehet tekerni. Ah, Mi más választottunk azért, mert ö, le kell engedni hozzá a váltót, leszedem, nagyon fölül vannak a csavarész, szóval elég nehéz hozzáférni. Mi szétkötöttük a kardánt egyébként. Hát igen, a modern autók. Hogy látod ennek a végét? Mármint időben is, meg pénzben is, mire ebből autó lesz. Van bármiféle tipp, jóslás? Hát. Erre, mivel ez kiégett így anyagilag, erre nem tudok mit mondani. Tehát ez amikor kész lesz, akkor kész lesz, mert, mert tényleg nem tudom, hogy mi van még hátra onnantól, hogy először beindul. Nyilván, ha beindul, már örülünk, utána diaggal átnézem, hogy melyik az a rendszer, ami panaszkodik, vagy milyen hibakódok vannak benne, és, és utána, ha minden működik, így van, hogy ha szerencsénk van, akkor nagyjából itt ennyi még, mert van, amit nem látunk. Tehát ami szigetelésen belül történt, vagy bármi, na most ezekre bármennyi idő elmehet. Akkor zsokkolok. Köszönöm.